Adományi élelmiszerek a Bonyhádi család segítőnél. Összekészített csomagok. Több helyről érkeztek a felajánlások, a település polgármestere például lisztet adományozott a rászorulók megsegítésére. Rengeteg adományt kaptunk ebben az adventi időszakban, aminek nagyon-nagyon örülünk. Mi is itt a Gyermekjóléti Központnál, illetve hát a családok is, akiknek már elkezdtük kiosztani ezeket az adományokat, tehát az adománykiosztás folyamatosan történik. Legutóbb a Gabó Kft. Jóvoltából 100 kg lisztet hozott központunkhoz polgármester asszonyunk, melyek 2 kilós kiszerelésben vannak, így 50 családnak fogjuk tudni kiosztani még az ünnepek előtt a lisztet. A Gyermekjóléti Központnak van egy egyesülete. Ez az egyesület már évekkel ezelőtt létrejött, és kimondottan ilyen céllal, hogy a hátrányos helyzetű családokat segítse, és az egyesületünk rengeteget pályázik. A Magyar Élelmiszerbankkal van egyesületünknek együttműködési megállapodása, és az ő pályázataiknak köszönhetően jutunk egész évben nagyon sok tartós élelmiszerhez, és az egész éves gyűjtésből ebből tudtunk még ősszel is elhozni. A budapesti raktárukból kell elszállítani ezeket a tartós élelmiszereket, és novemberben 112 darab csomagot tudtunk összeállítani, amit a képviselők segítségével tudtunk eljutatni a nagycsaládosoknak, tehát a képviselők hordták ki a Bonyhádon élő nagycsaládosoknak. Valamint ennek az élelmiszerbanknak az egyik pályázata keretében, amit szintén megnyertünk, volt november utolsó hétvégéjén, péntek délutántól vasárnap estig egy nagy élelmiszergyűjtés Bonyhádon két élelmiszer áruházláncban. A kettő áruházban a hétvége alatt egészen pontosan 2033 kg tartós élelmiszert tudtunk összegyűjteni, amit azóta is folyamatosan osztunk a Bonyhádi, tehát a Bonyhádon belül élő, illetve a Bonyhádi járásban élő hátrányos helyzetű családoknak. A Tolna megyei kormányhivatal, Bonyhádi járási hivatala minden évben egyesületünket támogatja, illetve egyesületünkön keresztül a hátrányos helyzetű gyerekeket támogatja adományaikkal. Idén is a mi egyesületünket választották. 21 csomag tartós élelmiszert tudtunk elhozni tőlük, illetve nagyon sok, nagyon jó minőségű gyermekruhát. Nagyon aranyosak voltak a lenti kollégák, mert korosztály szerint szétválogatva adták át az adományokat, és nagyon sok játékot is kaptunk tőlük. Egyesületünk tagjai adventi díszeket is készítettek, ugye a Gyermekjóléti Központ munkatársairól beszélek első körben, amiket az egyik közösségi oldalon hirdettünk meg eladásra, az ebből befolyt összeget pedig majd január-február környékén szeretnénk tartós élelmiszervásárlásra fordítani, és azt pedig akkor, tehát az ünnepek után szeretnénk majd a családoknak eljuttatni. Itt központunk udvarán minden nap tudunk osztani tartós élelmiszeren kívül még pékárút, kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt is, és azok a bonyhádi családok, akik nem tudnak érte bejönni, azoknak pedig a kollégáim személyesen viszik el, és viszik ki hozzájuk az adományokat. Itt az udvaron az asztalon található külön a gyümölcsös csomag, illetve a pékáró. Ezeket Bonyhádon és a hozzátartozó 24 településre szállítják ki. A családsegítőben ezen kívül rendszeresen tartanak ruhabőrzét is.